országosan is el lehet azt mondani, hogy gyakori jelenség az, hogy a széncinege beköltözik a postaládákba? Azt gondolom, hogy általánosnak tekinthető ez a viselkedés, és meglehetősen gyakorlatilag is. Itt példaként szoktam elmondani, hogy a 17. kerületben Budapesten, ahol lakom, néhány évvel ezelőtt kísérletként bejártam egy ilyen 15-20 utcányi területet, és 3 vagy 4 helyen láttam ennek nyomát. Mit tehetünk, hogyha a széncinege beköltözik a postaládánkba? Mennyire kell ez például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez például bejelenteni? Isten ments, tehát ez nem egyrészt nem bejelentésköteles, másrészt mi nem is vagyunk hatóság. Tehát itt nem a bejelentés a lényeg, nem is ezért kommunikáljuk ezt a viselkedést, hanem hogy segítsünk az embereknek. Az a tapasztalatunk a hozzánk érkező információk alapján, hogy ilyenkor az a legjobb megoldás, hogyha egy tisztetre kiírnak a postaládára egy üzenetet a postásoknak, hogy akkor ne dobjon be küldeményt, és akkor a madarak által elfoglalt postaláda mellé föl kell applikálni valami alternatív postaládát, amikor a tojásokon ül a madár, akkor is hetente egy-két alkalommal kérni a postaládának az ajtaját is be lehet kukkintani, általában a tojó rajta is marad a tojásokon, meg arcol, megismeri a házigazdáit, és tudja, hogy ők nem bántják, és egyébként, amikor a fióka etetési szezon elindul, ez tart legalább másfél, akár 2 hétig, akkor tényleg egészen közel oda lehet menni a postaládához 3-4 méter távolságban, és akkor a madarak ott hordják közben a kaját, tehát egészen elképesztő élmény vendégül látni egy ilyen kicsit extrém madárpárt. Most éppen ez történik egyébként Szentendrén, pont egy családi háznak a postaládájában is, hogy gyakorlatilag a tulajdonos egy pár hete fedezte fel először csak a fészket, majd 6 darab tojást, majd 9 darab tojást, és most már ott vannak a kikelt fiókák, akik folyamatosan lehet hallani, nagyon édesen csiripelnek, és megfigyelhető egyébként, hogy a mama és a papa pedig nagyon szorgalmasan rendszeresen hozzák a táplálékot. Hát csak képzeljük el, hogy itt nem egy, meg kettő, vagy esetleg 3-asikrek vannak, hanem 9-10-13 csepegő fiókát, fiatalt kell etetni. Tényleg ilyenkor ezeknek a szülőknek a fiók etetés 3 hete alatt, hogy miután elhagyták a fiókák a fészket, utána is legalább egy, akár másfél-két hétig még etethetik a fiókákat. Ez tényleg egy egészen elképesztő, nagyságrendű feladatot ró rájuk, hiszen ilyenkor saját maguknak is kell vadászni, sőt a szülők, az etetőszülők nem is többet kell lenni, hiszen sokkal többet mozognak. És tényleg ez azt jelenti, hogy ennyi fiókát fel tudjanak nevelni, percenként minden madárnak hát legalább egyszer, de inkább 2-3-szor fordulnia kell. Egyébként, hogyha már egyszer beköltözik egy családhoz, ő visszatérő vendég lesz? Tehát, hogyha nem bántja a tulajdonos a postaládát és meghagyja a madárkáknak, akkor ők rendszeresen vissza fognak oda járni és használni fogják ezt a fészkelő helyet? Hát vagy ilyen, vagy nem. Érdemes, ugyanúgy minden költés, ilyen odoköltés után érdemes tisztelni a régi fészket, mert ezzel az esély is növekszik, hiszen ha csak lehet, akkor a madarak nem mennek az előző költés. Hát vissza, ugye, mert a fészekanyagba élősködők lehetnek. Miért kedvelik ennyire a postaládát a széncinegék? Bármit kedvelnek, ami többé-kevésbé esőtől védett és rejtett. Éppen azért tudnak fészkelni a postaládában is, mert a széncinege az egyik legszívesebb fészekhely választása viselkedésre rendelkező cinegefaj. Beköltözik, nem lehet végű függőleges masztrévet, a kerítéshoszlopba, a vízszintest, korlát, csőbe, de olvastam már szakövönből, hogy hetekre kint hagyott útterelő bójába, feltekerve, függőlegesre állított, matracba költözve. A legegyszínebb, amiről olvastam, az az volt, hogy egy nagyváros belvárosi területén az utcai személytartóra szegecselt csiktartóba is beköltözött. Ennyire szeret az emberekkel élni, és ennyire nem fél a civilizációtól? Jelenlegi helyzetben azt mondtam, hogy a civilizáció egyik nagy nyertese, lakik a környezetünkben, a közelünkben, mert olyan életfeltételeket biztosítunk számára akaratlanul is, növényzet mozaikossága, növényzet jellege, öregidős fák, harkályadókkal, ahol ami gyakorlatilag megfelel az ő természetes élőhelyének. Tudom, hogy a széncinege az egyik legelterjedtebb cinegefaj Magyarországon. Mit kell tudni erről a gyönyörű kis madárkáról? Hát valóban, ha megnézzük Magyarországon 3-5 leggyakoribb madárfaját, akkor ezek egyike a széncinege. Alapvetően ugye a széncinege
legnagyobb termeti kinevő közé tartozik. Nagyon-nagyon széles a táplálék listája, tehát a levéltető méretű rovaroktól törpedenevérek és a saját testméretük 20-30%-kal meghaladó méretű madarak bármit is nem képes zsákmányolni, és ezért is érzi jól magát többek között a településeinken. Télen képes a idő jelentős részében mondjuk magtáplálékon, vegyes táplálékon is elérni, ezért például a téli madárazatok egyik leggyakoribb fajat nálunk. Hány fészekaljat rak egy évben? Egyet, vagy akár többet is? Hát az állomány egy része egyet, az állomány más fele kettőt, és az a kettő, ez lehet akár három, zárja ebbe, uram, bocsánat, akár négy is. Mit üzenne az embereknek azzal kapcsolatban, hogyha észlelik, hogy a postaládájukba beköltözött a színcinek, ahogy akkor mit tegyenek? Ne pánikoljunk, használjuk a józan eszünket, írjunk üzenetet a postásnak, megyünk ki alternatív levélgyűjtő valamilyen megoldást, és ami talán a legfontosabb üzenet egy ilyen esetnek, hogy szálljunk arra időt, különösen a fiókeltetés időszakban, hogy figyeljük meg, hogy serénkednek a madarak.